Üdvözlöm nézőinket a 2021-es esztendő legelső napszemléjében. Sokan hiányolták a híreinket az elmúlt két hétben, nekik ezúton is köszönjük az érdeklődést. El kell mondanunk, hogy jól estek az üzenetek és a telefonhívások. Mától visszaállunk a rendes kerékvágásba, ismét minden este jelentkezünk friss hírekkel. Most nézzük, melyek a fontosabb témák a mai napszemlében. Végleges bírósági döntést végrehajtva levonták Gyergyó remete központjában a székely, a magyar és a település zászlót. 150 személyt oltottak be eddig a koronavírus ellen Gyergyóban, készül a lakosságnak szánt oltási pont is. Közösségi házat avattak a Gyergyószent Miklósi Baptista gyülekezet számára szombaton délután. Levonták Gyergyó remetén a székely, a magyar és a település zászlaját egy végleges bírósági döntés következtében. Az eseményen a település lakói is jelen voltak, egy-egy szálgyertyával a kezükben. A községvezetés most összehajtatta és eltetette a lobogókat, de nem örökre. Zászlók a szélben! Zászlók a szélben! Zászlók a szélben! Zászlók a szélben! Meghatódottan olvasta fel a Republik Együttes Zászlók a szélben című számának dalszövegét Lackó Albert elemér, Gyergyó remete polgármestere a vasárnapi zászlólevonási eseményen. A bukaresti ítélőtábla néhány nappal korábban kiközölt végleges határozata értelmében a település főterén lévő 5 zászlóból 3-ot kellett eltávolítasson a remetei önkormányzat. Tudatosan elül a román zászlót, mert Romániában élünk. Tiszteljük ezt az országot és betartjuk a törvényeit. Aztán az uniós zászlót, mert hogy az uniónak tagja Románia. Aztán hangsúlyozom a magyar nemzetnek a zászlaját is, nem azt, amit a perben is fent tartottak és ennek adott helyet a bíróság, hogy Magyarország zászlaja van kint, mert ezen nincs címer, nincs korona, itt piros-fehér-zöld zászlót láthatunk, és láthatott mindenki, aki azt akarta látni. Tehát a magyar nemzetnek részeként ott van a székely zászló, akik mi is vagyunk, és ott van a helyi remetei zászló 15 éve. Szép és kifejező gondolatnak tartottuk, és úgy gondoltuk, hogy ez senkit sem zavar. A zászlókat másfél évtizede nyilvánosan tették ki, akkor, amikor a községházát felavatták. A lobogók eltávolítását perútján követelte a Kovászna megyei illetőségű feljelentéseiről és magyar ellenes megnyilvánulásairól hírhet Dante Nasse. Igazságtalannak tartjuk, végtelenül annak, de látva az elmúlt években, hogy mik történtek, csak arról győznek meg, hogy ezt a fajta, vagy a mi igazságunkat nem a román bíróságukon kell keresni, mert ott csak ilyen ítéletek születnek. Nekünk ez egy fontos szimbólum sorozat volt, mert akkor tettük fel, amikor ezt a házat megépítette a község önerőből, a községházáról van szó. Itt törvénytisztelő, dolgos emberek vannak, és egy kicsit ebbe taposnak bele. Úgy gondolom azok, akik ezt az érdeket szolgálják, hogy levetetik velünk a zászlót. Meglepődtem, hogy ilyen sokan eljöttek, és kellemesen is érint. Az is, hogy több olyasfajta bátorítást, lelkesítést kaptunk telefonhíváson és e-mailekbe, meg Biatorbágyon ugye ebben a pillanatban hasonló módon emlékeznek, szolidarizálnak velünk, úgyhogy a közösség az él, élni akar, és meg vagyok győződve, hogy élni is fog, identitásában is, nem csak fizikai létében. Ezért fogunk dolgozni, hogyha lehet még komolyabban és még kitartóbban. A zászlók levonását a község lakóival közösen január 10-én hajtották végre. A remeteiek gyertyákkal érkeztek a térre. A gyertyák, és köszönöm, akik elhozták és meggyújtották, nem azt jelentik, hogy valakit vagy valamit temetünk. Az öntudat lángját jelentik itt és most. Ugyanakkor adnak egy cseppnyi meleget, és egy kis fényt is, amivel mindig a következő lépését az ember láthatja, ha odafigyel a lába előtt.
Az eseményen a lobogók levonása közben együtt imádkoztak a jelenlévők, majd a helyi fuvószenekar közreműködésével elénekelték a nemzeti himnuszokat. A polgármester elmondta, hogy számítanak arra, hogy a községháza feliratot is leszedetik majd az épületről, illetve a Képes vagyok című helyi újságot és a község honlapját románra kell fordítatniuk. A most levett zászlókat eltették, de nem örökre. A jogsérelmet pedig a település vezetése hazai és nemzetközi érdekvédelmi szervezetekhez is eljuttatja. Az elmúlt 24 órában 1987 új koronavírusos esetet diagnosztizáltak Romániában. Az alacsony szám azzal magyarázható, hogy mindössze 7005 teszt eredményét dolgozták fel. Hargita megyében egyetlen új esetet igazoltak tegnap óta, haláleset nem történt. Elkezdődött az oltáskampány múlt hétfőn Gyergyószentmiklóson. Egyelőre a térség egészségügyi dolgozói kaphatják meg a vakcinát, a hónap második felében a lakosság oltására szánt helyszínt is kialakítják. A Gyergyószentmiklósi Városi Kórház bőrgyógyászati osztályán alakították ki azt az oltási központot, ahol a tegnaptól kezdődően az egészségügyi alkalmazottakat oltják be a koronavírus ellen kifejlesztett védőoltással. Egyelőre a kórházi személyzete az, aki elsősorban mai nap megkezdte az oltást. A napokban folytatódik, és ami a legfontosabb, hogy ki van terjesztve a Gyergyói medencére, a többi orvosi személyzetre, gyógyszerészre. Az oltás folyamata egyelőre elsősorban egy szűrésnek vannak kitéve azok a személyek, akik az oltást igénylik. Miután átestek a szűrésen, a későbbiekben a regisztráció alapján a rendszerbe kerültek, és bekapják az oltást, utána megfigyelés alatt vannak tartva, és ha minden rendben van, kapnak egy iratot, hogy megkapták az oltást. 150 egészségügyi dolgozó kapta meg eddig az oltást a kórházban kialakított oltási ponton. Allergiás reakció vagy mellékhatás eddig egyiküknél sem jelentkezett, tudtuk meg a kórház igazgatójától. Az első oltás után 21 napra újraoltás is lesz. Gyergyószentmiklós polgármestere is felkereste az oltóközpontot az első oltási napon. Elégedett volt a látottakkal. Pillanatilag úgy tűnik az első nap után, hogy jól beindult ez a kampány. Itt a kórház igazgatója jól szervezte meg, a normáknak megfelelően a védőoltó központot a kórház keretén belül, és ugyanúgy kíváncsi voltam arra is, hogy akkor mit tudunk mi eltanulni, hiszen az önkormányzat is fog működtetni egy saját oltóközpontot, védőoltóközpontot, ugye itt a régi véradó központ helyén, tehát a kórház utcában, amelyet január 20-a után kell beüzemeljünk teljes gőzzel, úgyhogy most annak az előkészületei zajlanak, és január 20-a után ugye már nem csak akkor az egészségügyi személyzet kapja meg a védőoltást, hanem a következő lépésben mindazok a célzott személyek, akik akár olyan helyzén dolgoznak, vagy olyan környezetben tevékenykednek, amelyek nagyobb közösség fertőzöttség, tehát a nagyobb közösségben történik, és éppen ezért sokkal kitettebb a fertőzöttségnek is. És itt értem azt akár a tanárokat, itt értem azt az önkormányzati alkalmazottakat, és az idősebbi korosztályt, tehát az idős korosztályt is, és majd a harmadik ütemben majd a lakosság elmaradt rétegei, szegmensei is pont úgy bekaphatják a védőoltást önkéntes jelleggel. Én mindenkit bíztatok, hogy ne kezelje fél, elsősorban, hogy vegye komolyan, és bátorítom arra is, hogy akkor jelentkezzenek, tehát interneten is lehet jelentkezni erre a védőoltásra, és a programálás szempontjából ma január 20 után minden bizonnyal sorra kerül bárki, aki most bejelentkezik. És ennek a védőoltásnak én azt hiszem, hogy valamennyiünknek szüksége van, hiszen ettől a csúnya fertőző betegségtől csak akkor fog megszabadulni, hogyha a Gyergyószentmiklósnak, vagy akár az országnak a lakosságának a 60%-a túlesik ezen az oltáson. Úgyhogy ne tekintsék úgy ezt az oltást, mint valami
okult tevékenységet, hiszen ez egy népegészségügyi védőoltásról van szó, hiszen másképp ezt a betegséget képtelenek leszünk leküzdeni. Az előjáró arra biztatta a gyergyóiakat, hogy jelentkezzenek, adassák be az oltást, mihelyt lehet, hiszen a lakosság 60%-ának beoltása után térhetünk vissza a megszokott életünkhöz. Romániában meghaladta a 100 000-et a koronavírus elleni vakcinával beoltottak száma, csupán 350 személynél jelentkeztek általános és kisebb mellékhatások, a legtöbben fejfájásra, izom, illetve ízületi fájdalomra, lázra, gyengeségre és kiütésre panaszkodtak. Az országban használt vakcina eddig senkinél nem okozott súlyos mellékhatásokat. Első körben az egészségügyben és a szociális ellátórendszerben dolgozókat oltották be. A második szakasz várhatóan a hétvégén kezdődik, amikor az időseket és a krónikus betegeket immunizálják. Közösségi házat avattak a Gyergyószent Miklósi Baptista gyülekezet számára szombaton délután. A kontaktcenter a város központi részén, a korábban bankként működő épületben kapott helyet. A korábbi banképület földszintjén imaházat alakítottak ki, ezután itt tartják az istentiszteleteket. Egy kávézót és kisebb tárgyalószobát is elkülönítettek, amelyet a gyülekezet csoportjai használhatnak majd. Köszönjük, hogy itt vagytok, és reméljük, hogy a mi közösségi épületünk számotokra is egy élmény lehet, csak akár a mai napra is, amit nagy szeretettel, nagy szorgalommal, és nagyon sok imádsággal vettünk körül és készítettünk el. A különleges számunkra az, ahogy Isten ide vezetett bennünket ehhez az épülethez, és az, hogy imádsággal kezdtünk mindent, amit itt eddig elvégeztünk, és ahhoz, hogy akár a megnyitó ünnepélye, vagy a megnyitó után következő közösségi élet itt tényleg Isten szemei előtt és kezei között történhessenek, ahhoz most is a következő lépéseket és imádsággal szeretnénk kezdeni. Az ünnepi szertartáson részt vett Csergő Tibor András, Gyergyószent Miklós polgármestere is. Beszédében az épület régi és új rendeltetése között vont párhuzamot, és együttműködéséről biztosította a gyülekezetet a továbbiakban. És így a Gyergyószent Miklósi Baptista gyülekezet is egy nagyon merész lépést tett, és szeretnék ezért gratulálni a teljes gyülekezetnek. Én Gyergyószent Miklós polgármestereként először is szeretném köszönteni és gratulálni a baptista közösségnek, hogy összerakták erejüket, összerakták lehetőségeiket, és gazdáivá váltak ennek az ingatlannak. Visszanézve a történelemben, ez most már a második avatása ennek az ingatlannak. Az első avatásán is részt vettem fiatalon. Akkor egy pénzintézetet hoztak itt létre, és hát akkor fiatalként lehet sokkal naivabban is. Úgy láttuk a 90-es évek első felében, hogy milyen fontos lépése ez a város történetének, abban a tekintetében, hogy az a pénzintézet, az fejleszti majd a város gazdasági életét, bátorítja a vállalkozóit, és mindazok a gazdasági szereplők van, ahova betérjenek, és anyagi bátorítást kapnak majd a különböző üzleti és más vállalkozói terveiknek a kivitelezésére. És gondolkoztam azon is, hogy ha most az imádság házává válik, milyen különbségek vannak, vagy milyen hasonlóságok vannak ebben a tekintetben. Néhány dolog közös, és néhány dolog nem, hiszen az anyagiasság most már egy szellemi értékké minősül, de ugyanakkor vannak közös pontok is, és ez nem más, mint a bizalom. Ahhoz, hogy annak idején hitelhez juthassál, bizalom kellett. De ma is bizalom kell, ha Isten házába jössz, hiszen ez a bizalom, az Istenbe vertett bizalom, az nem más, mint a hit, az Istenbe való hit. A katolikus és református egyházak vezetői szintén jelen voltak az eseményen, és üdvözölték az új közösségi házat. Istennek, hogy itt lehetek,
hogy városunkban egy újabb közösségi hely alakult, mely lehetőséget biztosít Isten igéjének meghallgatására, befogadására. Hála, hogy vannak olyan emberek, akik ennek érdekében összefogtak és összeadták pénzüket, munkájukat. Hála jó Istennek, egy olyan lelkész küldött ide, aki igyekszik Isten tenni életének első helyére. Törekszik meghallgatni Isten igéjét, Isten szavát, és ahogy az írás mondja, az igének ne csak hallgatói legyetek, hanem megtevői, különben önmagatokat csapjátok be. Az avatástól kezdődően ez lesz a baptista közösség háza, lelki otthona, így fogalmazott Novák Zsolt. Idén is felajánlják segítségüket a hóhányók olyanok számára, akiknek már túl nehéz feladat eltakarítani a havat az udvaron vagy járdán. A nagylelkű fiatalok most is díjmentesen teszik ezt. Önként csupa jó szándékból segítenek ott, ahol erre szükség van. Aki tud a környezetében ilyen helyzetben levőket, a képernyőn látható telefonszámon jelezheti. A hóhányók pedig időpont egyeztetés után már is érkeznek. Arra is gondoltak, kizárják azt, hogy rossz szándékúak jelentkezzenek helyettük. Ezért csak telefonos egyeztetés és után csak a megbeszélt időben vállalják a munkát, hogy senki biztonsága ne kerüljön veszélybe. 2021. január 1-től érvénybe lépett a komposzt törvény. A háztartási hulladékmennyiség csökkentésére vonatkozó jogszabály azonban gyakorlatilag semmit nem ér, mert az önkormányzatok egyelőre nem biztosítják a feltételeket a lebomló hulladék tárolására. Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat. Az idei év új szabályokat hozott a hulladékgyűjtés terén is. A háztartásokból származó szerves anyagokat külön kell eldobni, elkülönítve kell tárolni, és nagy arányban kell újrahasznosítani. Ebbe a kategóriába tartozik minden olyan mezőgazdasági növényi hulladék, élelmiszeripari és kerti hulladék, ami korhadás során lassú fermentációval lebomlik, és később trágyaként újra felhasználható. Az új szabályokról nem indult országos tájékoztató kampány, pedig a törvény értelmében a helyi önkormányzatok feladata lenne a lakosság megfelelő informálása, és természetesen a szemetes kukák kihelyezése is. Tudtuk meg az Act for Tomorrow Egyesület munkatársától. A következő egy évben a helyi közigazgatási hatóságoknak külön tárolókat kellene kihelyezniük, és ki kellene alakítaniuk erre a hulladék típusra vonatkozó szabályrendszert, és nekünk állampolgároknak az lenne a feladatunk, hogy a lebomló zöld hulladékot is megtanuljuk külön gyűjteni. A jogszabály gyakorlatba ültetése természetesen még a nagyvárosokban is várat magára, a be nem tartásáért azonban büntetés róható ki. Magánszemélyeknek 400-tól 800 lei terjedő, cégeknek akár 20 ezer lei értékű pénzbírság járhat a törvény be nem tartásáért. A kolozsvári szeméttárolás hiányosságaira sokszor hívta fel már a figyelmet Szakács István aktivista. Véleménye szerint a törvény szükségszerű, ám mindaddig semmit nem ér, amíg a zöld hulladék gyűjtésére alkalmas teljes infrastruktúra, a komposztáló egységek kihelyezése és a komposzterszállítás megoldása nem valósul meg. Amíg az állam nem hozza létre a teljes infrastruktúrát, szállítást, feldolgozást, stb., addig az állam nem büntethet. Mert az állam nem tette a polgárnak a lehetővé azt, hogy a polgár egyáltalán alkalmazkodjon, vagy megfeleljen bizonyos kötelezettségeknek. Most mit csináljon a polgár? Vigye a romlandót, és öntse ki a blokk mellé, vagy hogy van? Hozzátette, abban az esetben, ha valakit mégis megbírságolnának, a legcélszerűbb megoldás az lesz, ha él azzal az állampolgári jogával, hogy fellebbez az ügyben. A tanügyminiszter szerint előfordulhat, hogy a második fél évben szombatonként is lesznek tanórák, mert az elmaradt tananyagot másként nem lehet bepótolni. Szorin Kümpjánó hangsúlyozta, a hétvégi órákat külön megfizetik a pedagógusoknak a rendelkezésre álló mintegy 30 millió eurós keretből. Azt mondta, az országban működő 7203 tanintézmény közül egyetlen iskolában sem állíthatják a tanárok és a diákok, hogy napirenden vannak a tananyaggal, illetve hogy nem kell jobban elmélyíteni a távoktatás során elsajátítottakat. Hozzátette, az órapótlás mikéntjéről a későbbiekben határoznak, és a döntés meghozatalakor figyelembe veszik majd az iskolák álláspontját is.
Tiltakozó akciósorozatba kezdtek a rendőrök, a belügyi alkalmazottak ezen a héten kezdik el a tüntetés sorozatot. A rendőrségi szakszervezetek a tavalyi év utolsó napján tiltakoztak a belügyminisztérium épülete és a megyei kormánybiztosi hivatalok előtt a bérek befagyasztását előíró sürgősségi kormányrendelete ellen. A rendőrök úgy döntöttek, folytatják a tiltakozást. Azt mondják, a járvány kezdete óta mintegy 12 ezer rendőr fertőződött meg koronavírussal, 30-an pedig életüket vesztették. Így számukra elfogadhatatlan, hogy befagyasztva maradnak a bérek olyan körülmények között, hogy a rendőrség kötelékébe tartozó alkalmazottak már 8 hónapja a járványvédelmi intézkedések frontvonalában állnak. Az Európol szakszervezet Maros megyei elnöke szerint, mivel a kormány nem hajlandó meghallgatni követeléseiket, tüntetést kezdeményeznek jövő héttől kezdődően. Kénytelenek leszünk több tiltakozási formát gyakorlatba ültetni, mint például a megyei prefektúrák és a belügyminisztérium épülete előtt tüntetni, a bírságok helyett mindössze figyelmeztetésben részesíteni a törvényszegőket, a munkaköri leírásban nem szereplő feladatoknak a visszautasítása és a túlórázás megtagadása. Egy úgynevezett tiltakozási naptárat is kidolgoztak már. Január 11-től csak szóbeli vagy írásos figyelmeztetést adnak. 18-ától csak a munkaköri leírásukban szereplő feladatokat végzik el, és megtagadják az otthoni karanténban tartózkodó személyek ellenőrzését. Amennyiben addig sem veszik számításba követeléseiket, január 25-től csak a sürgősségi esetekben lépnek majd fel. Nézzük még egyszer röviden a nap fontosabb témáit. Végleges bírósági döntést végrehajtva levonták Gyergyó remete központjában a székely, a magyar és a település zászlót. 150 személyt oltottak be eddig a koronavírus ellen Gyergyóban, készül a lakosságnak szánt oltási pont is. Közösségi házat avattak a Gyergyó-Szent Miklósi baptista gyülekezet számára szombaton délután. Köszönöm a napszemlének szentelt figyelmet, számítunk önökre holnap este is, viszontlátásra!